rendkívüli helyzettel kapcsolatban és rendkívüli állapottal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy Szabadkai önkormányzata nem volt komolyabb mértékben érintve ezekkel az eseményekkel a rendkívüli állapotban, illetve valójában a nehéz helyzettel, amely szűkébb szerkezetet érintett társadalmi és következtében. Szabadkára vonatkozóan az 5. és 16. komolyabb esődések voltak, de sem sérülések, sem komolyabb anyagi kár a önkormányzat területén nem történt. Az önkormányzat illetékes elsősorban az illetékesség már megelőzve, vagy előrelátva a helyzetet egy-két nappal a komoly esődések kezdett elő, megtette azokat a lépéseket, amelyek arról szólt, hogy kitakarított ki most a Szennyi Zsotoron hálózatrendszert, illetve más lépéseket tett, hogyha a komoly versenyzések voltak okozhatnának, akkor ne legyen akkora probléma. Az idő alatt a közvállalók, illetve a önkormányzati illetékesei is követték a helyzet 16-án, a helyzet mégis május 16-án. Ennek a függvényében azt kell mondjam, hogy a bejelentések, amelyek a polgárok részéről lettek téve, azok relatív lövényekkel lettek állítva. Több esetben, több tíz esetben kellett interveniálniuk a vízműveknek is, a ciszternával, a köztisági közvállalatnak is, illetve a helyi tűzoltóknak, a tűzoltó egyesületnek is, a tűzoltóknak is voltak, ahol a fák kidőltek, voltak ágak estek az útra, stb. Tehát voltak intervenciók, mind kisebb jellegűek voltak. Tehát Szabadkára vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen stabil a helyzet, és semmiféle károk nincsenek, továbbra is kövessük a helyzetet. Ami az esetleges jégveréssel kapcsolatban dolgokat illeti, azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy a múlt heti és sajtótájékoztató után nagyon rövid időn belül el lettek látva a kilövő állomások rakétákkal. Azt, hogy mondjam, hogy ki lettek képezve, akkor lettek állítva még bizonyos rakétállomások az önkormányzat területén, arra vonatkozva, hogy egy jégvédelem sokkal hatékonyabban és felszereltebben várja az esetleges hívásokat. Ennek a függvényében szó volt arra esetleg, hogy lesznek ilyen gondjaink, de a mostani információk szerint a vasárnapra talán előlátott tárgyuk, amelyek esetleg jégek is hozhattak volna, valószínűleg elkerült ezt a területet. Ebből a szempontból ezt a helyzetet tovább is követni fogjuk, és azt mondom, hogy mondjam, hogy Szabadkáron helyzet stabil. Ami a szerbiai helyzet, illetve az önkormányzat a részvételét, a rendkívüli helyzettel foglalkozó testület az megtartotta tegnap este az ülését. Döntést hoztunk arra vonatkozóan, hogy Szabadkai önkormányzat a segítségét nyújt, és a legjobb segítség elsősorban az egyik segítség áruban lenne a súlytott területekre vonatkozóan. Ennek a függvényében azok az emberek, akik ebben ehhez értenek, azt ajánlották, hogy elsősorban ivóvízzel és élelmiszerrel segítsük a területeket, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak. Szabadkai önkormányzatának hamarabbról már kapcsolatban van Húg városával, amely különösen súlytott terület most ezekben a esőzésében és ezekben az eseményekben. Ennek a függvényben mutatjuk, hogy Húgra fogjuk kiindítani az első segélyünket. Ma reggel tanácskozott a Városi Testület, és a Városi Tanács meghozta a döntését, hogy az állandó tartalékokból, pénztartalékokból 3 millió dinárt választ ki támogatásként első lépésben. Ennek a függvényében mai nap folyamán 10 óra után már az első kamion el fog indulni Húgvárosa felé, ivóvizet és élelmiszert fogunk szállítani ennek a városnak segélyként, és valószínűleg tartom, hogy az elkövetkező napokban is indítani fogunk több segélyszállítmányt azokra területekre, amelyek sújtva vannak ezzel az állami csapással. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Vöröskereszt is nagy mértékben segíti ezt a munkát. A Vöröskereszt megszervezte a segélyadományoknak a begyűjtését, és megkérték mindenkit a polgárok részt, aki segélyadományt akar adni, hogy a Vöröskereszthez juttassák a segélyadományát. Elsősorban konzervált élelmiszereket, illetve hát azt mondom, hogy ruhát és higiéni eszközöket várunk támogatásként. Ami a tervezett, hát azt mondom, csoportoknak a leküldését illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból állami szervek teljesen önmagukat tartsák a helyzetet. A tegnapi nap folyamán ment le több autóbusszal a rendőrségnek, illetve az állami szerveknek a hivatásos állománya segíteni Sobrasavar és Sobrasavarc és Sobrasavarc környékét. Már napok óta lent állomás, mondjuk egy hivatásos állomány Szabadkára, Oberhavasz környék.
véleményként, és azt gondolom, az a véleményünk, hogy a városnak így, mivel se hatásköre, se szervezeti lehetősége nincs, a város nem vállalhatja fel azt, hogy önkéntesen küld, de azt gondoljuk, hogy ez a kérdés, hogy hivatalos állami szervek kellő szintén megoldották, és azt gondoljuk, hogy így ez a helyzet állami szervek. Ha az átkeltező napokban valami rendkívüli helyzet fog történni, akkor természetesen reagálni fogunk, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez az összesorban a fő feladata most a önkormányzatnak, illetve hát azt mondom, hogy a tanácsnak is, amely rendkívüli helyzetben foglalkozik, hogy az átkeltező napokban is megpróbálja segélyeket, megszervezni segélyeket, eljutatni a Vöröskörösznek a segítségével azokat a területekre, amelyek súlyosan károsulnak. Ha van kérdés, akkor ezt megállom rendelkezésükre, és akkor megszólítanak, hát mondom, hogy hozzáadnék valamit. Polgármester úr, gyakorlatilag mindent felsorolt, úgyhogy természetesen teljes egészében állunk a polgárok rendelkezésére, amit talán be vagyok a humanitárius segít. Minden nap reggel 8-tól este 8-ig az fasizmus áldozatainak tere 3 szám alatt. Esetlen annyival szólnak még hozzá, hogy tudomásunk van arról, hogy a város területén más szervezési formában is történnek gyűjtési akciók. Szerintem nagyon célszerű volna, hogy az így módon összegyűjtött humanitárius segélyt koncentráljuk egy helyre, egy metodológiával csak.